Sziasztok srácok, itt ismét Démien, bontsuk ki a következő csomagot, amit a legutóbbi, vagy lehet, hogy az előző, előtti, öm, nem tudom melyik kártyabemutatós öm, termékérkezős videóban láttatok, Már volt egy ilyen csomagunk, annyit elárulok, hogy az babakék volt. Ez pedig nem bababkék, hanem vörös. Vörös, nem véletlenül vörös. Nagyon remélem, hogy ez a ez az iPhone, ezt majd ki tudom itt vágni, és akkor nem fog így, ó, ez most nagyon jó, nem fog így ö, belátszani a fészkemben. Ha igen, akkor elnézést, de azért próbálok úgy helyezkedni, hogy ne látszódjon be. Na, ö, tehát volt már nekünk egy babakék ö, nokkunk. Miért vörös ez a vörös? Nem azért vörös ez a vörös, mert hogy ha legy, van kék, akkor legyen vörös is. Ö, emiatt vörös ez a vörös. A Vanishing INC miatt, ö, már volt róla szó ugye, hogy a Vanishing INC Josh J-hez kötődik. Aki nem tudja ki az a Josh J, az nézzen utána. Igen, Josh J. Itt it, 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 it vagyok vele. Itt it, it, nézhetitek. Itt it vagyok vele. Na mindegy, bontsuk ki akkor ezt a csomagot, nézzük meg, hogy milyen ez a nok. Nok, nokk, nokk, knokk, nok. Ja, először levesszük, igen, már éppen mutatni akartam, hogy mi van az alján, de először levesszük ezt a szépséget. Ó, nézzétek, itt van a kis, kis fülecske, amit nem vettem észre. Na, bontás, bontás elnézést, ha néha így ránézek így iPhone-ra, de azért szeretem látni, hogy mi az, amit ti láttok, mert hogyha ti nem láttok jól, akkor az nem jó. Mert igazából nem csak magamnak bontom itt a csomagot, hanem nektek elsősorban. Na, megszabadultunk a fóliától, már kevésbé csillog annyira, mint amennyire csillogott. Nézzük meg akkor a dobozt, hogy milyen a doboz már megszoktuk ugye a, a, ezt a nok design, tehát a babakéknél is ez volt, a Vanishing INC logót kivéve, az ott van rajta, teteje piros, oldala, ez tök Damian white -os. Már szeretem ezt a csomagot, főleg így. Itt lenne egy Damien White logó. Pim! Azért az kemény lenne. Nem is. Itt kéne, hogy legyen egy Damien White logó. Ping! Az még keményebb lenne. De nincs. Még nem vagyok ekkora sztár. És valószínűleg nem is leszek. Na, mindegy. Uh, itt pedig látjátok alul a Vanishing Magic-nek a, hát a weblapját. Meg is nézhetitek, hogyha akarjátok. Na de bontsuk ki. Én már sejtem, hogy mi várható ide bent. Nagyon extra. Tudududud. Tadám! Wow! Annyira szeretem, mikor egy doboznak meg így a belsejét. Ez nekem annyira tetszik, bevallom őszintén. Tehát az, hogy belül is megvan dizájnoló, és nem a, nem a kartont kapjuk így belül, hogy, hogy, hogy ott van a fehér karton, aztán ez, 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 ez az igényesség csúcsa szerintem. És nézzétek, még a füle, fül, füleken is, még a kis füleken is ott van. Tök jó. Jaj, bontsuk ki. Ezt egy kicsit félre rakom, mert ezt azért érdemes megnézni. Nem tudom, mennyire láttok bele, de a teljes doboz. elolvadok. A teljes doboz meg van dizájnolva. Ezt így itt is hagyom így. Nem, most ide rakjuk. Így. Nagyon szép. Na nézzük, milyen a nok. Megszokhattuk már. Megszokhattuk. Végül is megszokhattuk. A Baba ö, kéknél, ugye? Ott kék volt. Itt abban különbözik a hátlap, hogy nézzétek meg, kapott egy ilyen, hát, minek nevezzem, fekete sávot. Tehát nem teljesen piros, hanem van egy ilyen fekete sáv neki, ami annyit tesz. Ó, gratulálok, Damian, nagyon szép volt. Ez még szebb volt. Valószínűleg kicsit izzad a kezem. Meg olyan kicsit furán kell ülnöm így. Ez már kicsit jobb. Na mindegy, ez a, ez a, nem tudom miért rakták rá különben ezt a fekete sávot, de lehet, hogy azért, mert a design, hogy fekete, piros, meg akarták tartani. Minden esetre így is könnyen leolvasható a hátlap, mert ugye aki nem tudja, a nok az jelölt hátlapú. A jelölt hátlap az annyit takar, hogy nem tudod megmondani a pontos értékét, mennyire, a pontos értékét a kártyának, tehát hogy mit tudom én, 6-os, 7-es, 8-as, Bobi, Király, stb. De a színét meg tudod mondani, hogy Kört, Ref, káró, vagy Pik. Ezt meg tudod mondani a hátlapból. Na de nézzük az előlapokat. Ó, minimalist, designist. A Joker egy minimalista dizájnt kapott. Nekem semmi bajom vele sőt, elegáns, elegáns. És a másik ugyanaz, szintén elegáns, és szeretjük, ugye, hogyha a két ugyanolyan Joker van. Na, nagyon elegáns Jokerek. Mi az a hatos itt? Mi az a kilences? Mi az a dáma? Mi az a kettes? Mi az az ötös? Hmm. Előre otthon megkevert pakli. Érdekes, érdekes. be van állítva. Előre beállították egy, egy, egy szisztéma szerint. Ász. Ha visszafele megyünk, akkor itt elvileg egy bubinak kéne lenni. Igen, egy bubinak. Beállították. Beállították előre a csomagot. Ez vajon azért van, hogy egy unsealed, tehát egy, egy ö, ö, teljesen bontatlan csomag és akkor azzal lehet trükközni? Nem tudom, de ez érdekes. Ez érdekes. Beállították. Ha, nagyon kemény. Ja, egyébként akkor, akkor ezt, ezt meg is tudjuk majd tanulni. Na hát, akkor tanulhatunk is majd valamit. E, igazából már meg is tanítottam. A beállítás az az, hogyha hármasával megyünk, be lehet állítani az egész csomagot úgy, hogyha hármasával számolunk. Tehát nézzétek, ász, 2, 3, 4, 4, meg 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 bubi dáma király, és akkor így kell beállítani a csomagot, beállítod a csomagot, és igazából bárhogy emelsz, tudod mi a következő lap. Na mi a következő lap? 2, 3, 4, 5. Ott van az ötös. És az a színek pedig úgy jönnek, hogy megvan ez a sorrend. Körpik, treff, körpik, treff, körpik, treff. Wow, tanultunk valami, srácok! Egy beállítási rendszert. Uh, ez a System Ins, azt hiszem. Igen. Ha jól tudom, ez az. Javítsatok ki a tévedek, most nem vagyok olyan agykapacitással megáldva a jelen állapotomban. Na, de nézzük a kártyákat, jó? Ö, most így össze-vissza. Igazából sok mindent nem kell nézni rajta, mert ö, mindegyik szimpla. Egyedül a nagy kártyák, tehát az ászok, azok ilyen nagyon-nagyon szépek. Nézzétek még, milyen szépek. Ez a kör. A doboz dizájnt követi. Király az normális. Itt a pikász. A pikász nem lett különlegesebb, mint a többi ász, tehát nem lett különlegesebb. Akkor Karos. Nem szép, várjátok, azt akarom megnézni, hogy a pikásznál aha, feketét meghagyták, és akkor itt meg piros. Tehát ott fekete alap, piros alap, és akkor van még nekünk egy treffászunk, az is szép, nagyba. Nézzétek meg, fekete alapon. Nagyon jó. És végül is igazából minden lap ugyanaz, mint egy normál bicycle csak most ez így be van rendezve. Ezen meglepődtem, látjátok? Még én is meglepődhetek valamint. Na, srácok, ez volt a noknak a csomagja, ami szerintem, hát ugyanaz, mint a kék, csak, csak ez előre be van állítva, tehát összerendezett csomag, ráadásul jelölt hátlapú, nagyon szép dobozzal, elegáns, szép jokerekkel, nagyon szép ászokkal, tehát külön nagyon szép ászokkal. Szerintem ez egy szuper kártyacsomag. Vissza is rakom a dobozába szépen. Yeah. Így. Szerintem egy szuper kártyacsomag, ráadásul elég extra, hogy így nyílik. Alapból úgy kapjátok, hogy egy összeállított, tehát most már tudjátok, hogy hogy működik jelölt is, és ráadásul nagyon extrém. Na a srácok, ha tetszett ez a kártyabontó videó, meg az, hogy megtanultuk ezt a összerakást, akkor mindenképpen nyomjatok egy lájkot. Like Még jó, hogy elmondtam, gondoljátok el, valaki megkapta volna, és azt hitték volna, hogy összekevertük, a, tehát össze egy használt csomagot, csak újra lett fóliázva. Igen, azért ez, hogyha valaki nem ismeri, csak vesz egy ilyet, akkor az elgondolkozhat rajta. De ti most már tudjátok, hogy ez egy trükk, és ez egy trükkös összerakás. Na srácok, hogyha tetszett, akkor like, aki még nem tette meg, iratkozom fel a csatornára, és ha keresitek, a bűvészbolt.hu oldalon megtaláljátok a Vanishing ENC NOK csomagját. Na, a legközelebb találkozunk, addig is legyetek jók, sziasztok!